Négy napirendi pontot tárgyalt legutóbbi ülésén az EGRI civil kerekasztal, szó volt többek között a 13. civil rendezvú kitüntetettjeiről. Megtartották beszámolójukat az EGRI önkormányzat bizottságaiba delegáltak, valamint a Soros elnök bemutatta a 2019. évi idegenforgalom alakulását Egerben. Tulajdonképpen az egész évet átöleli, hisz nyit a turizmus szezonja tulajdonképpen egy tavaszi fesztivállal, ugye azon belül utána jönnek a májusi nagy rendezvények, ugye a Fest Eger, ami egyben egy olyan fesztivál nyitó, ami egy országos megnyitó, természetesen sorra jönnek a boros rendezvények, a nyári színpadi előadások. Hozzátette, ezek mellett fontos megemlíteni a Kisegér Fesztivált, amit idén minősített fesztiválán nyilvánítottak. A novemberi ülésen a szekcióvezetők javaslatokat tettek arra, hogy idén kikapja a civil rendezvú és a civil fórum elismeréseit. A decemberi tanácskozáson döntöttek a kitüntetettekről. Elfogadták a 13. civil rendezvú programját, ami a tervek szerint január 17-én lesz, a civil fórum pedig februárban, ahol értékelik a civilek éves munkáját.